A 17. Székesfehérvári Sárkányhajó Fesztivál részeként Nebuló Kupa diák sárkányhajó versenyt, valamint egyetemi regatta bajnoki döntőt is rendeztek a csónakázó tavon. A Nebuló Kupában az iskolások küzdelmei két korcsoportban 22 csapat részvételével zajlottak. A Nebuló Kupán a Favágók csapata győzött, a Kisdiák vegyes kupát pedig a 8. Dragon elnevezésű legénység nyerte. Járosi Péter, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke kérdésünkre elárulta, hogy a gyerekek számában körülbelül egy óra felkészülésre és gyakorlásra volt lehetőség a verseny előtt. Itt helyben történik meg a kiképzés, egy órán belül 5 legénységet képzünk ki, majd pedig a végén egymás ellen versenyeznek. Ez a csodálatos a sárkányos sportágban, hogy biztonságos sport, és hamar lehet tanulni, ezért hamar jutnak a gyerekek sikerélményhez. Viszont azért van arra is törekedés, és törekszünk arra, hogy itt a tavon egyébként is foglalkozunk sárkányhajóval, tehát tavasszal is volt már kint iskolás csapat, akit készítgettünk, tanítgattunk, meg ősszel is. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a nagy része itt találkozik először a sárkányozással, de már vannak olyanok Székesfehérváron az iskolában, akik ismerik ezt a sportot. A kis- és középiskolások küzdelmei után az egyetemi csapatok döntője következett. Az egyetemi regatta MEFOB sárkányhajó bajnokság döntőjében az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Budapesti Műszaki Egyetem, a Győri Széchenyi István Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem hajósai mérték össze erejüket. A versenyek végén mind a 200, mind pedig a 2000 méteren a PTE csapata örülhetett a győzelemnek. 200 méteren az volt a lényeg, hogy meginduljunk, kiugorjunk a rajtból, ez sikerült is, így meg tudtuk nyerni a 200-at simán. Utána 2000 méteren pedig olyan taktikánk volt, hogy megindulunk, és ami lesz, és az extázisba elvitt minket. Mészáros Attila alpolgármester örömét fejezte ki, hogy Székesfehérváron immár hagyományjá váltak a Sárkányhajó Fesztivál keretében megvalósuló versenyek. Pénteken délelőtt mintegy 500 általános iskolás és középiskolás versenyzett nagy örömmel és lelkesedéssel. Délután az egyetemi bajnokság döntője volt 4 csapattal, a szombaté pedig a vegyes csapatoknak a napja lesz majd. Nagyon sokan fognak majd érkezni ide családi napra is, hiszen nyilván ez a többségében családok is érkeznek, úgyhogy nagyon örülünk neki, és nagy öröm ez, hogy ez a sportág is meghonosodik a városunkban, hiszen nyilván itt egy ideális helyszín a belvárostól néhány méterre, egy nagyon szép csónakázó tó, amely nyilván a mélysége miatt és a hossza miatt is alkalmas arra, hogy sárkányhajó versenyt tudjanak szervezni. Az ifjúsági és egyetemista sárkányhajó versenyek tehát ismét lendületes futamokkal kápráztatták el a csónakázó tóhoz kilátogató közönséget, az esemény szombaton is folytatódott, a kisdiákok pedig a sárkányhajózás által újabb felejthetetlen sportélményekkel gazdagodhattak.